A mai videóban a háztartási vegyi árukról lesz szó. A Magyarországon forgalomba kerülő vegyi anyagokat be kell jelenteni, az új anyagokat törzskönyvezési eljárásnak kell alávetni. Ennek során a vegyi anyagot veszélyességi osztályba sorolják, amennyiben bizonyos jogszabályokban meghatározott fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ilyenek a robbanó, fokozottan tűzveszélyes, mérgező, maró, mutagén, allergizáló, környezetre és természetre veszélyes anyagok és készítmények osztálya. A veszélyes anyag, illetve a készítmény olyan zárt csomagoló eszközben, címkével hozható forgalomban, amely a termék felhasználásáig biztosítja az egészségkárosodás, illetve a környezetszennyezés környezet vagy károsodás elkerülését. A vegyipar a termékeket felhasználásra kész állapotban, Fogyasztói csomagolásban adja át a kereskedelemnek. A csomagolás anyagai lehetnek papír, karton, fém, műanyag, üveg, porcelán, valamint kombinált csomagolás. A vegyi áruk csomagoló anyagaival szemben támasztott, különösen fontos körülmények. Az áru ne lépjen kémiai reakcióba a csomagoló anyaggal. Fokozattan védje az árut, valamint az árutól a környezetet. Zárása biztonságos legyen. A csomagolásból az áru jól adagolható legyen. A gyerekbiztos zárású az a termék, amelynek kinyitásához egyidejűleg több művelet elvégzése szükséges. Az aeroszol csomagolás egy szeleppel ellátott nyomás alatt lévő zárt palakztestbe tör történő csomagolás. Tehát az aeroszol csomagolás az nem más, mint egy szeleppel állátott nyomás alatt lévő zárt palasztesbe történő csomagolás. Az anyag kiporlasztása cseppfolyós, vagy sűrített gázok segítségével történik. A vegyi termékek címkéjén különböző jelekkel hívják fel a figyelmet a veszélyre vagy a környezet terhelésre. Ezek a veszélyszimbólumok egységesen nemzetközi szinten is érvényesek. A környezetbarát tanúsító jelek más néven ökojelek tájékoztatják a fogyasztókat és a kereskedőket a környezet kevésbé terhelő, illetve a környezetet kevésbé termelő áruval. A csomagolás magyar nyelven is tartalmazza a következő információkat. A termék megnevezése, származási helye, a gyártó forgalmazó neve és címe, az áru lényeges jellemzői összetétel, az összetevők csökkenő sorrendjében. Méret és mennyiség, az árura jellemző mértékegységben. Felhasználhatóság minőségmegőrzési idő lejárata. Tájékoztatás a felhasználhatóságról és az alkalmazhatóságról. A használat során bemutatandó különleges óvintézkedések. Gyártási tételszám vagy azonosítószám. szám. Megfelelőségi jelölés engedélyköteles áron az engedélyszám. Az előírt biztonsági követelményeknek való megfelelés. Az áru veszélyessége, környezetvédelmi címkék megjelenítése. Amennyiben az áru készítménye vonatkozó rendelet értelmében veszélyesnek minősül, a címke tartalma az alábbiakkal egészül ki. Az összetevők veszélyes anyagok koncentrációt tartalom aránya százalékban. Illetve a veszélyes anyagok megnevezése. A veszély jelképe és jele. A veszélyes anyagok veszélyére utaló R mondatok. Risk, tehát kockázatra utalnak, sajátos kockázat veszélyt jelentő anyagok jelenlétét közlik. A veszélyes anyagok biztonságos használatára vonatkozó S mondatok, tehát széfeti, tehát biztonsági tanácsok biztonságos használata utaló megjegyzések. A veszélyes anyag EINECS -E vagy ELINCS jegyzékszáma plusz EK felirat vagy a veszély anyag, anyag magyar törzskönyvi száma. EINECS -E az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelenlévő valamennyi anyagot tartalmazó, Létező kereskedelmi anyagok Európai jegyzéke Ez volt az E I NECS Tehát az Elincs ujjanak, Az Elincs a következő Törskönyvezet vegyi anyagok Az Európai kereskedelmi jegyzéke A veszélyesnek minősülő készítmények Nek ugye rendelkeznie kell biztonsági adatlappal. Tapintással érzékelhető veszélyre utaló jelekkel kell ellátni. Azoknak a lakossági forgalomba kerülő áruknak a csomagolásán, amelyek ártalmas, fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes besorolásba tartoznak. Háztartás és vegyi áruk bolti kezelése. A vegyi árukat különös gondossággal kell elkülöníteni és kezelni, az élelmiszereket is árusító voltok raktárjában. Mert átható szagukkal károsíthatják az élelmiszerek minőségét, Vegyi áruk csomagolása, tehát az áruk jellegétől és tulajdonságától függő csomagolást alkalmazunk, tehát kartondoboz, PP, PE, PS, PVC flakon és fémdoboz. Kötelezően biztosítani kell, hogy a mosószer csomagolása sértetlen legyen a csomagoláson feltüntetett jelölések jól olvashatóak legyenek. Páratartalom ugye a lett kedvezőbb a 70%-os relatív páratartalom, tehát 70%-os relatív párat páratartalom, és 5 és 25 fok közötti hőmérséklet is megfelelő neki. Szappanok. Szappanok és mosási anyagok csoportosítása. Ugye szappan, tehát mosó, pipere és borotva szappanok vannak. Mosószerek. Általános, finom és korszerű mosószerek. Mosási segédanyagok, tehát fehérítőszerek, áztató és előmosószerek és öblítőszerek. Hatóanyagjaik a felületaktív anyagok, tudományos nevükön a tenzidek tehát tenzid. az a hatóanyaga. Tehát jobban nedvesítik a tisztítandó felületet a mosófolyadék segítségével, javítják a mosószer habzó képességét, gátolják a tisztított anyagból kivont nedvesség és szennyeződés visszarakódását, illetve növelik a mosóhatást. Most beszéljünk egy kicsikét a szappanokról a szappanok, a zsírsavak fémmosói, vagy fémsói, bocsánat, a legősi felület aktív anyag, a szappan. Legfontosabb alapanyagai, megfelelően tisztatott állati zsírok, marhafagyú, ipari sertészsír és növényi zsírok, például kókuszsír, pálmamagolaj, olívaolaj keverékei. Ezek kiegészülnek illat, bőrkimülő és egyéb adalékanyagokkal. A kemény szappanok kemények. Hideg vízben lassabban oldódnak. Képződött habjuk tartós és sűrű. Formájuk egyszerű, szögletes, esetleg párnaulokú, kevésbé keresett és korszerű termék mára. A növényi zsírok, emzsírok a jó minőségű szappanok legfontosabb anyagai. Ha arányuk 10 és 20 százalék, a szappa hideg vízben jobban oldódik. Habzó képessége kitűnő, változatos alakra formázható. Szappanok csoportosítása felhasználás szerint. Mosó szappanok. Főként állati eredetű zsír alappal készülnek jó, jó tisztító hatású, erősen lugos termékek. Fehér és színes textíliák, pamut, és keverszálas anyagok kézimosására alkalmas, enyhén lugos készítmények. Vannak még pipera szappanok. A személyis higiénia alapvető eszközei. Első osztályú marhafagyból 10-20%-os növényolajból készülnek. Különleges adalékanyagai a visszazsírozó, bőrnyugtató, gyulladásgátló, dezodoráló, fertőtlenítő, színező komponensek, illetve az illatanyagok. Fajtáj ugye a parfüm, baba, a glicerin, a gyógy, szappanok. A dezodoráló, dezodoráló hatású és különleges márkás szappanok. A parfüm szappanok 1-2% illatanyagot tartalmaznak, de lehetnek illatmentesek is. A glicerin szappanok áttetsző, színezett vagy színezéket nem tartalmazó termékek. Szintetikus alapanyagú szappanok ugye a bőrkimélők, savas kémhatásúak, ugye fajtái. Szilárd és folyékony állapotúak, tehát vannak a tűzfürdők, amit itt látunk a képen is, illetve havfürdők. Ezek szintetikus alapanyagú szappanok. Borotva szappanok. A szőrzet puhítására, lazítására szolgáló, elsőrendű állat és növényi zsiradékből elállított, jól habzó, illatosított készítmények. Az előállításukhoz használnak marhafagyút, kókusz vagy pálma magolajat. Jól habzik, habja tömör, tartós és jól tapad. Kenőszappan étkezési vagy egyéb ipari célra alkalmatlan növényi olajokból készül. Kenőcsös állományú termék. Felhasználású területe elsősorban a mezőgazdaság, illetve festés előtt a falfelületek előkezelése és lemosása. Erre jó a kenőszappan. Tehát mezőgazdaság meg ipari célra jó. Tehát ezzel nem mossunk kezet, mert ez nem arra való. Ja és ugye még annyi a szappanokról még néhány mondani való még lenne. Tehát a szappanok kedvező árutulajdonságai jó nedvesítő hatású, a megfelelő habzóképesség, a szennyanyagok, egyenletes elosztása a mosó a jó tisztító hatás. Előnyös tulajdonságuk, hogy a környezetben könnyen lebomlanak, és az élővilágot nem károsítják a szappanok. Tehát ez egy jó hír a környezetbarátoknak. Tehát az élő világot nem károsítja a szappan. A szappanok bolti kezeléséről beszélek még néhány szót, és aztán majd átérünk a mosószerekre. Tehát a szappanok bolti kezelése. Tárolásuk hőtől és naptól védett helyen, élelmiszertől elkülönített száraz térben ideális. Jellegzetes szagot, illatot árasztanak, ugyanakkor maguk is könnyen felveszik az erős, idegen szagokat. Ezért a tárolásnál különös gondossággal kell eljárni. Csomagolás PE és papír kombinálásával megoldott egyedi csomagolás. Vagy fémgözölt BOPP PE társításával létrehozott kartondoboz. Páratartalom a szappanok tartásánál. 70%-os relatív páratartalom és szintén 5 és 25 Celsius fokos Hörmérség lett tökéletes az appannak. Akkor térjünk rá a mosószerekre. A mosószerek. A mosószerek többféle egymás hatását kiegészítő és fokozó, szerves és szervetlen vegyületek keverékei, amelyek feladata a különböző típusú szennyezett textiliák szennyeződésének felazítása, Gyors és kíméletes eltávolítása. Halmazállapotok szerint vannak porok, folyékony gélek, amúziók, paszták és krémek. Rendeltetésük szerint ugye általános mosós, mosószerek, gépi és kézimosáshoz. Színes textíliákhoz, gépi és kézimosáshoz. Fekete és sötét textil mosószer. Gyapjú és finom textil mosószer. áztatószer, klortartalmú áztatószer, a mosószerek összetevét úgy választják meg, hogy azok egymás hatását egészítsék ki, és fokozzák. Mosószerek anyagai, ugye felületaktív, azaz mosóaktív anyagok. Vízlágyítók, ugye komplex képzők, tehát a vízkőlerakodás elkerülésére alkalmazott vegyszerek. Fajtájú, ugye a foszfátok és a foszfátpótló vegyszerek. Fehérítőszerek Oxigén felszabadító fehérítőszerek Nátriumperborát 60% fölötti hőmérsékleten fejti ki, 60 Celsius fok fölötti hőmérsékleten fejti ki, ugye legjobban a hatását. Alacsony hőmérsékleten csak akkor hatékony, ha a mosószerbe egy fehérítő aktivátor tesznek, tetraecetil etilén diamint, tehát ta edet. A kék színű apró szemcsék a mosószerben, ugye ez pont ezek. Az ilyen mosószerek csak fehér vagy színtartó színes textíliák mosásához alkalmazok. Alkalmasak enzimek a mosószerbe. Tehát biokémiai úton vízben bontják a vízben oltatatlan vér teje, fehérjéket. Hatásuk 40 és 60 fokos hőfok tartományban fejti ki hatását. Adagolnak a mosószerhez habzásgátlókat is, a mosószer kihabzását akadályozzák meg. A töltőanyagok ugye semleges sok, főleg nátriumszulfát, megakadályozzák a mosóporok összecsomósodását. Mosóporokban, illetve mosózerekben korróziógátlót is adagolnak. Ugye feladatuk a mosógép korróziójának megakadályozása, mint például ugye a kolgonnál is. Pont ez a hatás fejtődik ki. Hiszen megakadályozza a mosógép korrózióját, és ezzel megnöveli az élettartamát. Különböző illatanyagokat is kevernek a mosóporokhoz, illetve a mosógélekhez. Ugye elfedik a mosóoldat kellemetlen szagát, azért vannak ezek a illatanyagok. Illetve vannak még színezékek is. Hát a mosószereknek Esztétikus kül külsőt kölcsönöznek a színezékek. A korszerű mosópor jellemzői, tehát foszfátmentes, vagy csökkentett tartalmú, vízlágyítóként természetes eredetű, zeolitot tartalmaz, színvédő anyaga a szerves vegyület, kompakt mosószer, vagyis töményebb, mint a többi, így kevesebb csomagolóanyagot használnak fel hozzá biotisztítószer, azaz enzimet tartalmaz, nem vagy kevesebb színezéket tartalmaz, a mosás alacsony hőmérsékleten történjen, a textília ugyanakkor ragyogó tiszta legyen. A kereskedelmi forgalomra egyre nagyobb szerephez jut a mosódió, akár a dió, akár a dióhéj, akár folyékony formában. A mosódió a szappanfa termése, Szapponint tartalmaz, és ősidők óta használják természetes tisztítószerként Indiában. Nem tartalmaz semmilyen vegyi anyagot, foszfát és tenzidet, így a bőr bőrallergiát sem okoz. Elnézést a hibáért. Vannak még ö, mosási segédanyagok. Tehát a mosási segédanyagok csoportjába tartoznak ugye az áztató és az előmosószerek, amelyek elősegítik a textilián lévő szennyeződés fellazulását még a hideg vízben is. Vannak fehérítőszerek, amelyek kémiai úton roncsolják a szennyeződést, vagy optikai úton fehérebbnek láttatják a textiliát. Öblítőszerek, amelyek a textilia szálakra kötődve lágy, fogás, kellemes illatot eredményeznek, és meggátolják a textilia elektrostatikus feltöldődését. A mosószerek és mosási segédanyagok ugye bolti kezelése. Tárolásuk az élelmiszerektől elkülönítve, lehetőleg önálló, jól szellőző helyiségben történjen. Csomagolás a, por, a porszerű mosószereket kartondobozba vagy társított műanyag az öblítőszereket, mosási segédanyagokat, PPP -e és PVC flakonokba hozzák forgalomba. Hőmérséklet, a mosóporoknál az ideális tárolási hőmérséklet 12 és 25 Celsius fok között van. És egyébként még annyit hozzáfűznék, hogy igen, valóban külön helyiségben van méghozzá hozzá vegyi áru raktárnak hívják azt, ahová ezeket az anyagokat ugye a boltba tenni kell. Tehát ha beérkezik a szállítótól, az ilyen vegyi áru, akkor a vegyi ágogaktárba elkülönítve kell tárolni. Tehát se a se semmilyen anyaggal nem szabad összekeverni, tehát egy külön helye van a vegyi árunak. Na de ennyi is lett volna, amit szerettem volna mondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!